Szőnyegzenekarral beszélgetek, arra kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be, és meséljetek a zenekarról, illetve arról, hogy miért ezt a nevet, és milyen stílust választottatok. Martfürről érkeztünk, a nevünket Vörös Sándor egy vers ciklusa ihlette, kezdetben nagyon vegyes volt a repertoárunk, megzenésített versektől a francia dalokig sok minden szerepelt rajta, ezért választottuk ezt a nevet. Itt a Szolnoki Fesztiválon most hamarosan majd színpadra léptek. Mi az, ami megfogott benneteket ebben a bemutatkozási lehetőségben, illetve abban, hogy itt most találkozhattok nagyon sok zenekarral, sokféle stílusból? Erről te meséljél, Gergő. Nagyon rosszul hallottam, mert közben meg... Nevet is kérek szépen, és ugye az, hogy melyik zenekarban mit csinálsz? Hát én Pap Gergő vagyok, és a Rony Szőnyeg zenekarban gitározok és vokálozok. Hát a másik zenekar az a Sunset Limited volt, amikor beszélgettünk, és abban pedig énekelek, mert és gitározok. Azt már tudjuk ugye, hogy hogyan ismerkedtél meg a gitárral. A Rony Szőnyegben mi az, ami téged vonzott, és mi az, ami ezt a stílus megszerettette veled? A barátaim elsősorban. Alapvetően nem gondoltam soha, hogy nekem akusztikus zenekarom lesz, de valahogy így alakult, és nagyon megszerettem. Aztán verseket kezdtem el megzenésíteni, így jött a még szorosabb kapocs, utána pedig saját számokat írtunk együtt, és az... Mennyire izgalmas munka saját számokat írni, együtt írni? Nagyon. Hát nem tudom, attól függ, hogy ki hogy csinálja. Nálunk úgy van, hogy tehát itt sokféleképpen. Van olyan saját számunk, amit mondjuk, mit tudom én, egyedül én írtam, van olyan, amit egyedül Árpi írt, van olyan, amit együtt úgy írtunk, hogy... Ja, és amit egyedül én írtam, csak a zenéről beszélek, mert mondjuk az énekdallamról, de mondjuk a vokáloknak tehát a vokálok az meg megint mindenkinek a saját munkája, meg a dob, meg ugye a basszusgitár. Jövök tovább, kérek szépen egy nevet és az, hogy te mit csinálsz a zenekarban, és egyébként hány tagú a zenekar, arról is mesélj nekünk. Én Fanni vagyok, és én basszusgitározom a zenekarban, egyébként 5 tagú a zenekarunk, van még egy dobosunk, Dávid, aki egyébként a Dana and the Dreamcatchers-ben is az előbb lépett fel, és van még egy Árpink, aki pedig gitározik és énekel. Azt ugye már többször is említettük a mai nap során, hogy átjárhatóak a zenekarok, és egy ember különféle posztokon több zenekarban is játszik. Ez jó nektek? Tehát ez egy újfajta megmutatkozási lehetőség is? Szerintem abszolút jó nekünk, és mindenképpen jó dolog, mert összefoghatnak a különböző zenekarok, szervezhetünk közös koncerteket, és szerintem ez mindenképp egy hasznos dolog. Mit szólsz a fesztiválhoz, hiszen azért ti is láttátok az előző zenekarokat, és nyilván azért még itt maradtok, és megnézitek majd a többi zenekart is. Egy kicsit ti is utaztok a szolnoki zenei életben és a zenei világban? Mindenképpen, itt legalábbis mindenképpen igyekszünk az összes koncertbe belenézni. Szerintem nagyon jó dolog, hogy van ez a fesztivál, illetve hogy a helyi zenekarok is megkapják ezt a lehetőséget, hogy szerepelhessenek. És akkor egy kicsit beszéljünk a civil életről, civilben mi mindent csináltok, hiszen amikor azt hallja valaki, hogy zenekar és zenész, akkor egy kicsit hajlamosak vagyunk túlmisztifikálni, miközben hát mindenki két lábon járó ember, viszont civil foglalkozásokkal, aminek azért olykor azt tapasztalom, hogy van köze a zenéhez. Sokfélék vagyunk, én francia nyelvtanár és könyvtáros vagyok, most könyvtárosként dolgozom. Hát akkor innen a vers szeretete. Mi az, amit most ma hallhat tőletek a szolnoki közönség? Ma többnyire saját dalokat, köztük újra gondolt népdalokat, de néhány mások által megzenésített vers is hallható lesz majd. És akkor civil foglalkozásnál tartottunk? Én benzinkutas vagyok. És a benzinkúton milyen zenét hallgatsz? Hát igazából, ami a rádióban megy. Hát hogyha éjszaka dolgozunk, akkor grunge zenét, meg mindenféle dolgokat. Melyik az a pillanat az életedben, amikor leginkább szerzel dalokat? Mi kell hozzá? Csönd, nyugalom, természet, vagy esetleg épp egy feszült hangulat? Szerintem is. De igazából most egy olyan időszakban vagyok speciál én, hogy egy elég... Hát már egy jó pár hónapja nem volt saját ötletem, és ez kicsit rossz, ilyen alkotói válság. De hát nem tudom. Megfog mondjuk egy szöveg, ami mondjuk amikor a vers megzenésítéseket csináltunk, akkor Gabcsi mutatta a verseit, és azok valahogy annyira egyértelműen jöttek, hogy nem mit kéne játszani. Erre nincsen recept, ez mindegyik máshogy, szerintem. Fanni, te mit csinálsz civilben? Én régész vagyok.
Úgyhogy alapvetően eléggé különbözik, vagy eltér a zenétől, de 9 éves korom óta zenélek, úgyhogy mindig is az életem része volt. Hát ott pedig csönd van azért a munka közben. Általában igen. Amikor a gépek dolgoznak mellettünk, akkor kevésbé, de egyébként igen, néha csak a madár csiripelést hallja az ember, de az is egyfajta zene, úgyhogy végül is. Hát legyen ez a végszó, sok sikert nektek, és köszönjük, hogy itt voltatok! Thank you.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez egy Rongyszőnyeg saját szerzemény volt, amelyet egy népdal ihletett. A következő a Törött üvegek című saját szerzemény. Ha szabad ilyet, már is küldöm az én saját gyerekemnek, mert ez az ő kedvence. Összerakhatnám, tükörbe nézek, torzképen nézem. Fölszedem őket, csillognak szépen, valami remény, törékeny érzem. Próbálom sokszor, összerakhatnám, tükörbe nézek, torzképen nézem. Yeah.
anyám, nincsen fája, se hamuja, hogy az inger megszabolja. Thank you.
Köszönjük szépen. Ismét egy saját szerzemény, ebben a finom meleg időben egy fázós nóta, szomorú szerelmes. Nagyon szépen köszönjük. Ismét egy kölcsönvet nóta az Eleven Hold nevű zenekartól a Fák Istenéhez című. Soha lesz-e
Most pedig a Roncszőnyeg zenekar pszichedelikus nótája következik, szintén egy újra gondolt népdal, ezúttal egy kalotaszegi. Come on.
Köszönjük szépen! Ismét egy saját szám következik, a címe Emlék, de ehhez Árpinak gitárt kell majd váltania. Thank you.
Köszönjük szépen! A végén két darab kendős nóta következik, egy népdaláddolgozás és egy saját száma. Legvégül a Szürke kendő című nóta. Című pop drum and bass sláger. A nagymamám szürke kendője. Még a nagy kérdés.
sejtető, édes menedékre lehet, menedékre lehet, veled, mint a nagy kendő. Drága szóhoz szőt lepett, s ottról nem is sejtető, nem is sejtető, édes menedékre lehet. Köszönjük szépen nektek, köszönjük szépen Szolnok Dalnapja, köszönjük szépen Lacika!